Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek Rozsály és Uszka környékén. A jégeső nem csak a házakat rongálta meg, a napraforgó ültetvényeket és a kalászosokat is tönkretette. Szabolcs megyében nagyrészt innen, valamint további jég- és fagykáros gyümölcstermesztő gazdáktól összesen 1528 bejelentés érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Országos szinten 5006 a számuk azoknak a gazdáknak, akik november 30-áig jelezték kárigényüket és jogosultak is rá. A kárenyhítés mértéke csak azoknak 80%-os, akik rendelkeznek úgynevezett üzletalapú biztosítással, ilyen mindössze a gazdák 12,5%-ának van országosan. Szabolcs megyében valamennyivel jobb a helyzet, a gyümölcs- és dohánytermesztők magasabb száma miatt itt ezt a fajta biztosítást is többen kötik, körülbelül a gazdák 20%-a. Lehet, hogy a tájékoztatásnak a hiánya is, illetve csak azok okulnak ebből, akiket kár ér a megyében, és ez inkább is jellemző csak a gyümölcsösökre. Ezért is halmozódik az a bizonyos kárenyítési alap már 24 milliárdnál tart, és látjuk, hogy 9 milliárd jön be évenként, és csak 5 milliárdot veszünk, hál' Istennek, hogy csak igénybe. Nyilván, hogyha egy nagy aszály vagy egy belvíz, ez kitakarítaná, ha nagyobb létszám lenne, ezért van javaslatunk, illetve a kormány elképzelése is az, hogy minél több gazdálkodó számára hozzáférhetőbbé teszi ezt. A kárenyhítési kifizetések idén elérik a 4,8 milliárd forintot országosan. A Szabolcs megyei összeg ebből a 1,5 milliárd forintot is meghaladja. A gyümölcsösökben lassan befejeződik a meccés. Itt ebben a tiszabercelli gazdaságban 40 hektáron 4 fajta almát is termesztenek. Itt már a fák 70%-át megmetszették. Az, hogy milyen termés átlag, azt még nem tudjuk megmondani. Meg kell várni a virágzást, nem tudjuk, hogy hogy vészelték át a rügyek ezt a elég kemény telet. Reméljük, hogy nem károsodtak, és reméljük azt is, hogy virágzáskor kedvező időjárás lesz, hiszen az fogja megalapozni a termésünket. A szakember kiemelte, a meccés során a legfontosabb, hogy elsőként eltávolítsák a betegrészeket. A jó meccés eredménye, hogy a növényvédőszer arányosan éri a fákat, illetve megfelelő lesz majd az egy és a több éves veszők száma is. Itt az úgynevezett fenyőfa elméletet követik a munka során, azaz felfelé rövidülnek a fák ágai, így a napfény is jobban éri majd őket.